Sziasztok! Ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a Blockchain tudásforrás. Pinka Attila vagyok, és a mai videóban a következő híreket hoztam az első arról fog majd szólni, hogy mi az a szint, ahova, hogyha a bitcoin a mostaniról lesne, akkor akár további zuhanhatna a szakértők megállapodtak egy szintben, hogyha azt a számot, azt a bűvös számot eléri, akkor szerintük onnan Beindul majd egy nagyobb esés, és ez mindenképpen fontos figyelnünk kell, hogy legyen mindkét verzióra stratégiánk, akkor is, hogyha fölfele, akkor is, hogyha lefele kezd majd menni. Aztán a második hír arról szól majd, hogy egy szenátor, egy olyan szenátor ö, kerül be minden az akkor a, a szenátusban, az Egyesült Államokban, aki a bitcoin mellett kampányol, sőt, már 2013 óta foglalkozik bitcoinnal. Ez egy elég érdekes fordulat, ugye ott nem igazán e, támogatják jelenleg a bitcoint. Aztán a harmadik hír, ami nem is annyira hír, hanem foglalkozunk vele, hogy ugye szépen-szépen mennek föl most itt a kriptók, főleg jelenleg a bitcoin. Könnyen lehet, hogy még idén elérheti a mindenkori rekordját, a 20 ezer körüli szintet, és akkor egyre többen fognak majd kriptót, bitcoint vásárolni, és milyen dolgokra kell mindenképpen figyelnünk, hogyha kriptóban fektetünk, milyen lépéseket semmiképpen ne hagyjunk ki, frissítsük ezt föl. Aki még nem tudja, annak nagyon hasznos, aki pedig még tudja, akkor nézzem meg, hogy mindent megtette az ügy érdekében, jó? És természetesen ma is lesz kérdez felelek, tök jó kérdéseket tettetek föl ismételten, tehát ezekből csemegésztem, hozok a mai videóba, és aki pedig szeretne kérdezni, az a kommentekben a mai videó alá írja meg a kérdéseket, mindenkinek személyesen válaszolok, és természetesen egy párat a holnapi videóba is hozok. Valamint nagyon jó fejek vagytok, tehát tök jó e-maileket kapok tőletek, és valaki még kedveskedik is, amellett, hogy ugye belépett szponzornak, ugye van ez a szponzori lehetőség, hogy a plusz tartalmakat szeretnétek kapni, akkor oda töltök föl tök jó videókat majd a jövőben, toppaltkony videót, és így tovább és hogyha támogatjátok a csatornát, akkor emellett az ilyenes videók mellett a támogatók azokat is megkapják, tehát még több infoz jutatnak, és viszont most valaki ezt küldte nekem, ami nagyon tetszett, kicsit pörgessük fel a hangulatot. Nos, hölgyek, urak, indulhat a parti, a hangulat az már mindenképpen adott, és hát ne legyen mindig ilyen száraz, nem mindig csak a számokkal foglalkozzunk, hát nem lottósorsolás ez, hanem bizony tök jó, hogy ilyeneket is küldtök ezeknek, nagyon örülök, és hogy ezzel időt töltetek, hogy úgymond ti is meglepetést szerezzetek mindenképpen egy pozitív dolgot. Szóval nem tudom, hogy kiküldtem, mert e-mail címem van, nevem nincsen, de még egyszer köszönöm szépen, nagyon jó fej vagy. És ne felejtsétek el, hogy emellett, hogy itt vannak ezek az ingyenes videók, vagy ahogy ő is támogatta a csatornát, ugye ott hozzá lehet jutni még plusz tartalomhoz is, majd december 1-től akkor amellett még vannak a kurzusaink is, és ez van egy teljesen ingyenes, hogyan kezdjünk neki bitcoin és Blockland Block bitcoinba és más kriptolútákba történő befektetéshez, mert kicsit összemostam a másik kurzussal, szóval annak a linkje itt van a videó alatt és a másik képzésnek is, nézzétek meg, melyik érdekel benneteket, van köztük ingyenes képzés. És akkor jöjjön a piac, hogy néz ki, szóval bitcoin jelenleg 16.314 dolláron, ez egy plusz 1,92 os emelkedés, aztán Ethereum mínusz 0,64-en, 453 dolláron jelen pillanatban, ez az elmúlt 24 órát mutatja itt a top 100-ban. Aztán a nyertesek, van egy elszabadult ló, a uh, ReadCoin 449 ot ment fel az 24 órában. Meg kell nézni, hogy ez nem valami bug vagy nem tudom mi történt itt, mert ilyen számokat előbb még itt nem láttam. Ő nem volt itt a top akármiben is, nem hogy itt az első olyan, ilyen óriási számmal. Aztán Waves plusz 10, ház, 17 ez már hihetőbb. Már dadogok, mert a számokat régen láttam. Aztán torchin plusz 16 on Nézzük meg a veszteseket. De Midas Touch Gold mínusz 11%, aztán itt van mínusz 8%-on az ABBC Coin és Uniswap mínusz 5%, ők lennék a top 3, ha veszteseget nézzük. És akkor jöjjön az első hír, <coughs> méghozzá, hogy mi lehet az a szint, amit hogyha elér a bitcoin, és most lefelé menet nézzük, akkor onnan még nagyobbat eshet. Hiszen azért legyünk annak abba tisztában, azzal tisztában, hogy ha ilyen parabolikus növekedést láthatunk, amit most is látunk, ugye e, október óta, akkor előbb-utóbb ott lesz egy visszafordulás. Ez így nem fog a végtelenségig menni. És most több szakértő megegyezett abban, hogy amennyiben is a bitcoin leesne 15.500 dollárra, akkor nagy eséllyel utána ott egy picit tovább fog zuhanni, akár 13 ezerig is beesett. Ugye láttuk, most 16.300 körül volt. És ez azért nagyon fontos, mert a cikk is írja, de én is már beszéltem erről több, erről több videóban, hogy bizony, ha a történelmet megnézzük, akkor a Bika piac folyamán a 20-30 százalékos bezuhanások, hirtelen beesések teljesen normálisak részei a Bika piacnak, abban majd szépen föláll, és újra elindul fölfele, újabb és újabb csúcsokat ö, dönt. De ez a parabola, ahol tényleg nincs ilyen ö, support, tehát ilyen támogató pont, ahogy megy föl, akkorákat is tud zuhanni. Tehát erre készüljünk föl, jó? Tehát legyen stratégiánk, hogy mi van akkor, hogyha beesik, mi van akkor, hogyha szépen megy fölfele, Fontos ezt előre eltervezni, hogy ne az érzelmek befolyásoljanak minket, vagy azt mondjuk, hogy most egy fölfelé menő trend van hosszú távon, amiben benne lehetnek. 20-30 százalékos esések, amikkel mi nem foglalkozunk, ugyanis ha visszaesik, majd megy fölfele. Vagy azt mondjuk, hogy day trade elünk valakinek ez a stratégiája, és akkor viszont nagyon-nagyon kell figyelni erre, mert itt óriásiakat lehet vele bukni. Tehát mindenki kiválasztja magának, amiben ő bízik, ami ő hozzá közel áll, amilyen az ő habitusa, és akkor annak megfelelően kereskedjen, csak tudatosan tegye azt. Ez nagyon fontos. Szóval figyeljünk erre a számra ez nem egy kővévése dolog, mert természetesen itt valószínűség számítás van. Tehát, hogy ha ez bekövetkezik, akkor erre nagyobb esély van, mint talán arra. De a jövőt senki nem tudja, bármikor történhet a kriptóban egy olyan hír, ami az egészet keresztbe húzza, és vagy kilövi az űrbe, vagy pedig ugye zuhanhat egy nagyot, hiába a kriptová csak ilyen. De egyébként a tőzsde is, ha úgy vesszük, hogy ott is történt egy olyan esemény, lássátok a, a láthatok a, a COVID-os történet, ami márciusban volt, teljesen lelomboztotta a hangulatot, és leféle elindult az egész, nem lehetett erre előre számítani teljesen. Jó, szóval azt mondják, hogy ez a 15.500-as lehet egy olyan szint, hogy oda leesne, akkor lehet, hogy még nagyobb a zuhan, de az is el el fordulhat, hogy most éppen szépen megy fölfele, mondjuk eléri ismételten a 20.000-et, 20 és akkor utána lesz egy visszakanyarodás, de előbb-utóbb lesz, ez így nem fog fölmenni, most mondok egy számot, 50.000-re 50 vagy, vagy 100.000-re, hanem bizony lesznek ebben még nagy esések, ezzel kalkuláljunk, jó? Nézzétek meg, a bánák gyűjtögetnek, gyűjtögetnek ez a novemberi hónap, is, ez egyébként a Whale Map is azt mutatja, hogy, hogy vásárolnak, és azt lehet látni, hogy itt még igen olcsónak tartják a bitcoint, még folyamatos felvásárlás van. Aztán jöjjön a második hír, ugye beszéltem arról, hogy lesz egy szenátor, aki a bitcoin mellett kampányol, ráadásul ez egy hölgy, a hölgyet pedig úgy hívják, hogy Cynthia Lumis, <kül> és Wyoming államból jön, és elmondása szerint ő már 2013 óta foglalkozik bitcoinnal, és ezt lefordítom, ezt a rövid részt, amit itt írt, ez tőle egy idézet ebből a videóból. Tehát azt írja itt, hogy volt államkincstárnok vagyok, és az állami, állam állandó pénzeszközeit fektettem be, ezért mindig jó értéktárgyakat kerestem, és a bitcoin az bizony megfelel ennek az ő véleménye szerint, saját valutánk inflálódik, tehát itt gondolunk itt a, az USA dollára. A bitcoin viszont nem, ez 21 millió bitcoin lesz kitermelve, tehát ugye fix, és ennyi tehát a véges készlet van, és ez nagyon fontos az infláció szempontjából. Tehát bízom benne, hogy ez még sokáig fontos szereplő lesz az érték tárolásban. És nem volt még ilyen tagja a szenátusnak, aki ennyire a bitcoin mellett kiállt volna, sőt, erről ugye nyilatkozik is. Tehát ez egy érdekes új dolgot hozhat. Hozzáteszem, nem biztos, hogy jó, tehát elvileg ez jó, hogy, hogy azokba a körökbe is elkerül és foglalkoznak vele, de ugyanakkor, hogyha belegondolunk, hogyha ő nagyon itt, itt hirdeti az igét, és sok embernek ez nem szimpatikus, akkor fölgyorsulhatnak azok a, a védekező intézkedések, vagy a kriptóval, bitcoinnal szemben, hiszen úgy gondolják, hogy ez, ez huha, lehet, hogy akkor egyre nagyobb teret hódít. Tehát azért azzal legyünk tisztában, hogy jelenleg a bitcoin globális méreteket nézve igencsak pici piaci kapitalizációval rendelkezik, jó? Tehát még ennek föl kéne erősödnie, hogy teljesen eltaposhatatlan legyen, tehát ne lehessen eltaposni. És öm, ez jó dolog, hogy, hogy azokban a körökben is vannak emberek, akik támogatják a bitcoint, de egy fecske nem csinál nyarat, tehát nyilván majd előbb-utóbb több kell, de ez egy érdekes színfoltja, egy szenátor, aki azt mondja, hogy hajrá bitcoin. Na jöjjön a következő hír, ami pedig nem is annyira hír, mint mondtam, hanem vegyük át azokat a dolgokat, hogy most, hogy Szépen megy föl a bitcoin, és többen vásárolnak, köztük olyanok is, akik még eddig soha nem vásároltak, nekik szól első körben, hogy mire figyeljenek, ha kriptójuk van. Aki pedig már elfelejtette, hogy föl kell frissíteni, hát akkor nekik is jó. Szóval azért nézzük meg ezt a szintet, ahol most vagyunk. Tehát 16.300 dollár fölött a bitcoin, mióta létezik 2009 óta összesen 12 napot töltött. Tehát lehet látni, hogy nagyon-nagyon keveset. Ebből is látszik, hogy ez egy milyen jelentős szint már, ahol jelenleg a Bitcoin van. Ezért bármikor benne van a pakliban, ugye, mint az esés, úgy a, a, a növekedés is, hogy eléri az új csúcsot, és akkor onnantól elmehet fölfele, akkor egyre többen fognak becsatlakozni. És figyeljetek arra mindenképpen, hogy hol tároljátok a bitcoint. Természetesen erről már volt többször szó, itt beszéltünk a, a hardware walletekről, most se tudok más mondani, első körben tehát papír alapú pénztárcát, paper wallet, vagy valamilyen offline wallet, döntsd el, hogy te melyikben bízol, a lényeg, hogy online, váltón nem tároljuk. Aztán a másik nagyon fontos, hogy mindig használjátok ezt a két, két lépcsős azonosítást, ezt a 2 fa kódot. Ugye van a Google Authenticator-nek egy ilyen, vagy az OT, azt is lehet használni. A lényeg az, hogy miután megadtad az e-mail címedet a, a, belépésnél mondjuk egy váltóra, utána megadod a jelszabadat, ne engedjen még be, hanem kérje ezt a két lépcsős azonosítást, amit ugye egy applikációban kapsz a telefonodon, ez a kód 30 másodperceként frissül lényegében, tehát csak azt tud akkor és ott belépni, aki rendelkezik a telefonoddal. Más nem. És előtte pedig ugye a titkos jelszót kellett beadni, ezzel is még jobban lecsökkenteni az esélyt, hogy a hekkerek ugye be tudják ebbe lépni, hiszen ezeket a, a karaktereket, ezeket a számokat, amit éppen az aktuális kétlépcsős beazonosító kód mutat, az még nem lett bepötyögve a számítógépedbe ebben a kombinációban, tehát ezt nem tudhatják még akkor is, hogyha figyelték, hogy milyen jelszavakat írsz be. Aztán soha ne oszd meg a privát kulcsot, tehát erről is beszéltem már, jó? tehát soha nem tároljuk a privát kulcsot pendrive-on, mert az önt a számítógépen lenne, ebből következik, hogy a számítógépen se, nem fotózgatjuk le, tehát vagy van egy QR kódos verziód van, vagy van egyébként egy leírt verzió, vagy éppenséggel használsz egy Ledger vagy Trezor offline pénztárcát, ami nem engedi ki a privát kulcsot. Aztán győződj meg arról, hogy a megfelelő címre küldöd a kriptódat. Itt nincs ügyfélszolgálat, hogy ú, uh, rossz helyre ment, küldjétek vissza, nem jó sztoró. Nem. Ha elküldted, így, így jártál. Egyetlen egy karakter eltér a címben. Tényleg a legkisebb dolog, az már nem ugyanaz a cím. Jó? Nagyon fontos, hogy ha mondjuk váltóra akartok küldeni pénzt, akkor használjátok azt a copy-paste funkciót, ugye, hogy kimásoljátok a teljes címet, és oda csak beillesztitek, ne egyesével pötyökjetek be. És miután ez megtörtént, győződjetek meg a bemásolás után, hogy az első négy és mondjuk az utolsó négy karakter teljesen megegyezik, egy semmi nem maradt le egyik széléről sem, és akkor már valószínű ö, minden rendben lesz. Aztán ne esetek bele ebbe az ingyen adok kriptót, pénzt minden csalásokba, ha van egy olyan airdrop, amiről tényleg érdemes hallani, tényleg nagyon jó, akkor higgyétek el, azt a kriptó társadalom föl fogja kapni. Lásd, Uniswap hangos volt tőle a net, hogy a Uniswap 400 unit ad címenként mindenkinek még ugye annó szeptember közepén. De akik találkoznak ezekkel a csalásokkal, hogy 5000 bitcoin ingyen, és hogyha küldesz egy bitcoint, én visszaküldök két bitcoint és társai, ezekbe ne essünk bele. Tehát euh, tudjuk, hogy visszajönnek azzal, hogy a kriptóban tényleg vannak olyan dolgok, hihetetlen számok vannak, hogy mekkora növekedés van, vagy pedig vannak néha ezek az airdropok, -ok, ezek a helikopterpénzek, de higgyétek el, a nagyon komolyokról tényleg euh, lesz szó. Itt ott ott az éterben érdemes ezeket figyelni, amiről nagyon nem írnak, az az, az valószínű valami van, kamú dolog. Járjatok utána. És a Hatodik pont, amit itt összeszedtek, hogy egyszerre csak kis mennyiséget utaljál. Jó, ez is nagyon fontos. Tehát, plána, hogyha egy új címed van, akkor vagy egy új helyre szeretnél utalni, először utalj egy nagyon pici összeget, nézd meg, hogy az megérkezette, és hogyha megérkezett, akkor küldhetsz nagyobbat. Az, hogy kinek mi a későbbiekben majd a nagyobb összeg, az egy szubjektív dolog valakinek. Ez már nagyon sok pénz, valakinek az még nem olyan sok pénz. Tehát ezt mindenki döntse el magának, és itt még azt is mondja, hogy használj különböző váltókat, tehát ha valamiol valami nem stimmel, akkor legyen egy másik lehetőséget. Ami az előnye a kriptónak, hogy itt te vagy a saját magad bankja, mindent te intézel, bizonyos értelemben ez a hátránya is, hogy csak te vagy felelős minden egyes lépésért. Ha rossz címre küldtél valamit, hogyha nem jó helyen tárod a privát kulcsodat, hogyha kiadtad a jelszódat, vagy pedig hozzáfértek a számítógépen, ha nem használsz dolgokat, akkor vessél magadra, hogyha ellopták a kriptót, vagy ha online tartod a pénzed. Ez egyszerűen egy ilyen világ. Jó, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket meglép, és aki még többet szeretne erről tudni, akkor annak tényleg tudom ajánlani az ingyen kurzust, ugyanis van abban egy olyan fejezet, talán legértékesebb leszke benne, hogy mi az a tíz biztonsági lépés, amit meg kell tenni, még mielőtt kriptót vásárolsz. Jó? Link itt van a videó alatt, hogyan kezdjünk bitcoinbe és más kriptovalutába való befektetéshez. Ez a címe. Ingyenes, töltsétek le, tanuljatok abból. Jó? Mindenképpen szerintem fontos. És... Öm, igen, a híreket tekintve ennyi mára jöjjönnek akkor a kérdez, felelek, kérdések és válaszok, ugye? Megint tök jókat írtatok, azt kell, hogy mondjam, de ez mindig így van. Olyanokat kérdeztek, amit nagyon sok embert érdekel, és a nép úgy látszik, hogy hálás is bizony ezekért a kérdésekért, hogy fölteszitek őket, tehát továbbra is bíztatok mindenkit, írjatok a videó alá, mindenkinek személyesen válaszolok, tanuljatok minél többet, tudjatok minél többet, és egy párat majd a holnapi videóba is hozok. Na, Első kérdés. Köszönjük, hogy időt és energiát áldozol minden nap, hogy eljutasd ennek a kis magyar közösségnek a legfontosabb információkat a kriptó világából. Köszönöm szépen. Ezt teszem, nagyon szívesen hozzáteszem. Érdekelne a véleményed a Baidu-ról, ha esetleg már hallottál róla, vagy ismered a projektet, mi jelenleg is ICO-ról lehet hozzájutni, pedig elég ígéretesnek tűnik. Nos, a Bidao igen, talán egy kicsit a MakerDAO-hoz tudnám ö, hasonlítani, és a DAI, ö, ugye, mint stablecoin kapcsolatához, csak ugye, míg a MakerDAO az Ethereum blokkláncon van, addig a BIDEO ugyanígy a Binance blokkláncon található. Ugye itt a, a BNB token a biztosíték, a BID, az pedig a, a sztékeléshez és a governance kell, és van még a, a buy, az pedig a stablecoinja, úgy mint a MakerDown-nál a DAI. És nagyon tetszik mondjuk ebben a projektben, hogy ezek is a cross chain törekszik, ez mindenképpen a, a, a jövő. Szerintem azt mondják, hogy jövő, a jövőben még több chain között lehet majd kommunikáció, tehát cross-chain kommunikáció. Nagyon jó, hogy a chainlink el dolgozik együtt, tehát a Chainlink biztosítja neki az, oracle, az az Oracle szolgáltatója, tehát hogy az információkat a smart contract valahonnan be tudja gyűjteni. Ugye ezért van szükség oracle és ebben a Chainlink az élen jár, a Bileo pedig velük dolgozik. Valamint tényleg most a bidnek az ára igazából leesett, még ICO-ként is azt hiszem 0,1 centért lehetett megvenni. Igen, valahogy így, és most még az alá is ment. Tehát ez azt jelenti, hogy most még jobb áron meg lehet venni, mint Andó, amikor még csak a levegőben volt, hogy majd jön ez a projekt. Igaz, amikor elindult, legalább szerintem négyszer eset ment fölfele, aztán utána most szépen visszazuhant. Őszinte ezek nekem nincsen, de tényleg sokan mondják, hogy van benne fantázia. Jelenleg most azért általában elmondható az altcoinokról, hogy egyenlőre lent vannak a bitcoinon van a hangsúly. Majd meglátjuk, hogy ez is hova növé ki magát. Végül is jó a csapat, jó a koncepció, de hát kriptó. Jövőt senki nem tudja megmondani. Tehát arra nem tudok válaszolni, hogy érdemes, igen, tegyetek bele, soha nem mondanék ilyet. Inkább megnézzük azt, hogy, hogy miket tud, aztán majd meglátjuk, hogy mire viszi. Aztán jöjjön a második kérdés. Ö... Köszönöm a részletes választ az előbbi kérdésemre. A, ma kaptam meg az első Ledger Nano-S ki is, próbáltam a tippet, természetesen üres wallettel, és teljesen új 24 es kaptam. Aki ezt nem tudja, mi az a múltkori videóból megnézheti. A mostani kérdésem az lenne, hogy mi a különbség a Bitcoin Native Segvid és a Bitcoin Segvid között. Ugye ilyen címeket vagy lehetőséget talált a Ledger Live-on mindegy, hogy melyik valetet teszem fel, köszönöm előre is. Nos, ha megnézzük, háromféle bitcoin cím létezik. A legacy, tehát a legelső, az egyessel kezdődik, aztán utána a következő a segwit, ami hármassal, és van a legújabb, ez a native segwit, ami bc 1 indul. És a nagy különbség e között, hogy a Segwit is ugye azért jött létre, hogy minél több tranzakciót lehessen belenyomni a blogba, aztán tehát a méretezhetőség tudjon egy kicsit nőni, valamint a legolcsóbb tranzakciós díjak a legújabbnál a native segwit-nél vannak. Tehát ilyen szempontból az a legjobb. Visszafele ez mindenképpen kompatibilis a többivel is, tehát ahol van már native segvét, ott az működik a segvittel és a legacy címekkel is. A másik irányba nem feltétlen, tehát és ezért található még szegvid cím, mert vannak olyan váltók, vannak olyan pénztárcák, amik még nem támogatják a native segvid címet, és akkor legyen lehetőség szegvid címre is küldeni. Akinek még teljesen kínálja, hogy mi ez a segwit, annak mindenképpen figyelmébe ajánlom a minden, amit a blokkláncról és a bitcoinról tudni érdemes kurzust. Annak a linkjét is itt megtalálod. Az egy 30 leckéből álló képzés, és egy külön fejezet szól csak a szegvitről, hogy megérts, hogy miről van itt szó. Ez is nagyon-nagyon fontos része a bitcoinnak. Mi történt annó 2017-ben, mit változtatott, és nem csak ez, hanem még számos-számos más dolog megtalálta a kurzusban. Tényleg az az a képzés, amiből meg fogod érteni, hogy mit csinál és miről szól a bitcoin, a blokklánc, és összefogálni a kép, hogy ebben miért is érdemes hinni, mi az a plusz, amit hozzáad a mostani rendszerhez, és miért lehet ebben jövő. Ennélkül a tudás nélkül számomra mindegy, hogy honnan szerzed meg. A lényeg, hogy abban a képzésben is benne van, megnézheted a tartalomjegyzéket is, hogyha rámész a linkre, azokat az információkat gyűjtsd össze, ha tudod. De ha szeretnéd szépen egyben magyarul elmagyarázva példákkal, animációval így megkapni a csomagot, akkor pedig ezt a kurzus neked találták ki. Jó? Szóval nagyjából ennyi a válasza kérdésre. Köszönöm szépen, jók voltak megint a kérdések, és csak visszatlak jöhetnek a, a, a további kérdések a mai videó alá. Holnap ezeket is megválaszolom a videó alatt pedig mindenkinek személyesen, Tehát érdemes egyébként a kommentek között szemezgetni, mert rengeteg info ö, van most már, nagyon-nagyon sokan írtok. Jó? És természetesen, ha még nem iratkoztál fel erre a csatornára, de tényleg érdekel a blokklánc, a kriptovaluták világa, és minden nap szeretnél, minden hétköznap napra kész lenni, akkor ez a hely, ahol lenned kell. Iratkozz fel a csatornára, nyomd meg mellette a csengetyűt, és utána az olgombot, hogy megkapd azonnal a videót, ahogy fölkerül. Nagyjából ebédidő környékén teszem föl ezeket minden hétköznap, de a lényeg, hogy minden hétköznap új videó, a legfrissebb, legropogósabb hírek a blokklánc és a kriptovaluták világából itt a Blockchain Bloom Hungary-n, és akkor természetesen holnap is jövök a friss videóval, akkor pedig akkor találkozunk. Sziasztok!